2017-ben rendezték meg az első Iskola határon című konferenciát még a Tokaj Hegyalja Egyetem jogelődintézményében. Az új neveléstudományi és neveléslélektani kutatási eredményeket, jó gyakorlatokat bemutató kezdeményezést ezúttal negyedik alkalommal hívták életre az egyetem szervezésében, az egyetem főépületének felújítása miatt a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem imatermében. A felsőoktatási intézmény nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az oktatás mellett kutatói és ismeretterjesztői tevékenységét is erősítse. Az egyetem legnagyobb hallgatói létszámot oktató intézete a Comenius Intézet, nagyon régi hagyományokra visszatekintő pedagógus képzésről van itt szó, és az intézet és az egyetem is nagyon fontos szerepének tekinti azt, hogy a pedagógus továbbképzésben a legfrissebb tudományos eredmények azok napvilágot lássanak, közvetíteni tudjuk ezeket a pedagógusok felé, és az elméleti tudáson túl ezt a mindennapi gyakorlati életükben is használni tudják majd. Miután a plenáris előadások elhangzottak, a résztvevők közössége szekciókra osztódott, így számos témát tudtak feldolgozni a konferencián. Idén a gyermekkori kutatásokat helyezzük a beszélgetések, a vizsgálódások fókuszába, módszereket és eredményeket szeretnénk bemutatni. 30 előadó jelentkezett, akiknek az előadását 6 szekcióba osztottuk be. Szó lesz az oktatás és nevelés kapcsolatáról, a digitális és humán műveltségről, vagy éppen a gyógypedagógiáról, a segítő nevelésről. És 2 angol nyelvű szekciónk is lesz, hiszen a Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájában tanulók, doktorandusz hallgatók is megtisztelnek bennünket előadásaikkal. A cél változatlan, 2017 óta változatlan. Szeretnénk, hogyha a neveléstudomány, neveléslélektan elméletéből, gyakorlatából, jó gyakorlataiból itt egymás között megoszthatnánk a tudást, és ki-ki saját otthonába, munkahelyére visszatérve ezt a hasznos tudást tudná beforgatni, továbbvinni. Közönségünk soraiban köszöntjük, mint eddig is, a különböző hazai egyetemek oktatóit, kutatóit, a térségi és települési köznevelési intézmények vezetőit, pedagógusait, a pedagógiai szakszolgálatok szakembereit, hallgatóinkat, pedagógus jelölt hallgatóinkat, kollégáimat, és minden kedves érdeklődőt, akihez eljutott a hír, a konferencia felhívás és a meghívó, és úgy gondolta, hogy számára hasznos és érdekes lesz az a tartalmi tudásanyag, amit átadhatunk. A rendezvény keretében bemutatta új kiadványait a Magyar Comenius Társaság, valamint megkoszorúzták a Nevescse pedagógus Comenius emléktábláját is.